amit előre várhatunk neki. Elsőként akkor tegyük kérem Savasz István imámi jelzést, de a Koldai csata címmel tartsuk el. Nagyon kívánok, Öldény és Öldény, rögtön kérdődéssel kezdett a kalendzseles. Hát, és a kezdődés, mint a dalban sose lesz a kezdődés. Annál is inkább lefüggében, mint kitabb vagyok. Tulajdonképpen két lehetőségem lenne ebben a 25 percben. Én a kettő közül a másodikat választottam, utólagos engedelmünkkel. Az első arról szólt volna, hogy akkor ott a Balszárnyi napvonalnak, az Ászlóhajnak a 30. századának az első szakaszat mit csinál, elfelejtenik. Úgy vélem. Valaki erre kíváncsi volna erre egy könyv, Erdély és Mirka című 1940-ig jobban megtalálja. Szép tudósak külsége, mint a ló. A második lehetőség, hogy inkább megpróbálom az Ordai csatát összefüggésekre helyezni, hogy egyáltalán hogy alakul ki, miért pont ott van a tolvajcsapat, és milyen hadműveleti elképzelések vannak attól kezdve, hogy a román átállás megtörténik. Nos, hát a Kárpátokról már volt szó az előző előadásban, úgyhogy erre különösebben nem kérnénk, hogy miért tartották Kornosnak a helység védelmét. Amit lényeges tudunk, tehát nem szeretnék ismétlésekre bocsátkozni, szintén az Árpádáról sem beszélek így, csak megjelentettem. No, ami a lényeges viszont, hogy 1944. augusztus utolsó harmadának elején az arcvonal mutatom Árpádokon kívül húzódik egész le a Fekete-tengerig. Itt jön a román átállás 1944. augusztus 23-án, ami a német szakirodalom szerint, hogyha megnézzük az elszenvedett veszteségeknek alakulatok kiesését, körülbelül Sztálingrádban ért el hatásában. Csak ugye itt nem volt bekerítés, tehát annyira nem foglalkoztak vele korábban, de most már a német hadörténészek is ezt kimutatják és leírják. Nyilván a különbség, hogy a Sztálingrádban komplett hadseregből, azon belül komplett hadtestek, komplett hadosztályok, amik vagy egész bekerülnek bekerítésbe, vagy külön-külön. Itt viszont szétesnek a keretek, tehát a németek és a románok egymás közé vannak beékelve, és a német visszavonulás teljesen ad-hoc harccsoportokban történik, kisebb-nagyobb harccsoportokban, de nem alakulat szinten. Na most az első német hadműveleti elképzelés a román átállás követően már ránk jöttük a magyarokra, de arra a bizonyos Árpádvonalra inkább úgy fogalmaznék, hogy a Északkerti Kárpátok és a Keleti Kárpátok gerinc vonalára, és a kettőt összekötő fogsági kapura, ugye a Duna-delta, hát ott nem igazán lehet alakulatokkal átkelni, ha valaki általra kézérekkel egy nagyon-nagyon széles Duna-folyót, ami több ágra gombik, lassan folyik és köztem a csarapadnak, ott lehetetlen átkelni. De van ez a kanyarulat, ahol a szelet torkolata van a Dunába, mutatom, és onnantól a Keleti Kárpátok és a Déli Kárpátok csücskéig, a kettő csücskéig húzódott az úgynevezett fogsági kapu. Ezt kellett volna megvédeni, de tovább lépek, aztán visszalépek ide, de ez az előző előadásban megvolt, tehát erre most akkor megint hál' Istennek nem kell kitérni, nem is kerülünk marad. Ez lett volna hivatalosan az, ami lezárja az első német elképzelés, a másik az meg, hogy mi védtük a Kárpátokat, és ezzel a Kárpát-medence és a Balkán erőzölését, a szovjet erőzölését sikerül megakadályozni. Nem sikerül, mert a román hátországban is ugyanezt történik, mint a frontban, csak a különbség az, hogy lényegesen kevesebb román alakulat van, mert Románia nem volt úgy megszállva, mint hogy Magyarországot megszállták március 19-én. Romániában volt Bukarestben egy kisebb helyőrség, Plajestiben az olajmezőkre volt, de inkább légvédelmi alakulat, egy légvédelmi hadosztály. Az igazából egy hadsereg, ami harckocsikkal, rohamelegekkel, tüzérséggel, gyalogsággal rendelkezik, minden hadosztály katonák igazolhatnak, nem alkalmas ennek a megállítására. Sem létszámában, fegyverzetében esetleg ki lehet lőni vele a harckocsikat is, de kevesen vannak ehhez. Tehát ugyanez történik, hogy részenként próbálnak meg visszavonulni a Kárpátokon keresztül, és megint van egy különbség. Addig, amíg az északkeleti és a keleti Kárpátokban, ha visszaérnek
hegyi átjárókig, amit ugye az első képen láttunk, mert szó volt róla az előző előadásban is, ott már a magyar csapatok felvezetik a német csapat felvételeket. De a déli Kárpátokban nem, mert ugye Románia átjár. És a déli Kárpátok átjáróiban a román csapatok vannak, tehát ott igazából nem sokat tudnak visszaérni, néhány főszer törekéket, azok is inkább teljesítmények. Ha találnak valamit, aki elvezet kéneket, nem nagyon találnak. Innen jön a következő hadműveleti elképzelés, hogy akkor viszont le kell zárni erővel, ugye itt van a határ, a második Bécsi döntésben megfőzött határ, egy innen indított, a teljes szélességében indított támadással, le kell zárni, tehát két nyíl ez, le kell zárni a déli Kárpátok átjáróit. Mert ha azt lezárják, akkor utána csak a Dunavonalát kell lezárni, és a Balkánon azért van tekintélyes, mert azt oda lehet küldeni, mint egy részét oda lehet küldeni, de ha a Dunavonalát sikerül lezárni a Kárpátokkal együtt, akkor még mindig meg lehet akadályozni a Kárpát-medence előzölését, illetve a Balkán előzölését szovjet részről. Ebben viszont az két dolog szól be. Az egyik, hogy mi vagyunk, a másik már mi. És majd aztán minden tudom a polgai csatát felvezetni. Az egyik az, ami nem mi vagyunk, hogy ott van lennük a Bulgária. Na most Bulgária a német szövetségi rendszerhez tartozik, még akkor is, ha nem hadviselő fér. Tehát a németek számítanak a bolgárok előre, de akkor ők már szépen észak felé hátra támadják a románokat, mert ez nem történik meg, hanem annak ellenére, hogy nincs hadizlet a Szovjetunió és Bulgária között, a szovjet csapatok átérjük a bolgár határt, és kap is Bulgária a hadizletet, aminek két a bolgár átállása következménye, tehát ez úgy beesett. Itt nem lehet csinálni. Most már biztos, hogy terjednek a Dunáig. De még mindig megmarad a támadás, hát igen ám, csak ugye augusztus 23-án, a román átállás pillanatában, kik vannak Erdélyben? Mármint az Észak-Erdélyben, tehát a magyar területeken. Hallottuk az előző előadásban, Szabó Jóinek Jánosnak ezt úgy fogalmazott, hogy kevés a katona. Tehát ott vannak a székely határvédelmi erők, azok a bizonyos székely határőrző elszvajok, amiről elmondta ő is, hogy még nem érték el azt a kiképzettségi fokot. De katonák tudják, hogy raj, szakasz, század, zászlói szintű összekovácsoló kiképzés. Eljutottak a raj szintig. Egy-két esetben talán a szakasz szintig, de ez vége is a történetnek. Ők vannak ott, az elmúlt századok vannak ott, határvadász zászlóiak vannak ott, mind a határkor kezdő századok. Ez ugye ahhoz kevés, hogy támadjuk. Ahhoz lehet, hogy elég, hogy a kiépített Árpádon alatt meg előtte a szentvászolállást, illetve a Hunedi-állást végig, ezekről szó volt, de ahhoz nem, hogy egy hadműveleti szintű támadást indítsanak, nem katonák kedvén, ugye a harc az csak úgy folyik, mondjuk itt a két házból lőnék egymást az ellenséggel, az harc. A magasabb szint az ugye a hadműveleti szint, amikor legalább egy hadtest, de inkább több egy hadsereg indít valamilyen katonai műveletet. Most támadás, találkozó, az védelmet, mindegyek. Egy nagyobb kötelékről van szó, az már hadművelet. Tehát ezek nem alkalmasak arról, hogy hadműveleti szintű támadást indítsanak, mert nincsenek annyian, és nincsenek fegyverzetük. Ugye hallottuk az előző előadásban a fegyverzetet is. Hát egy támadáshoz a második világháború 5. évében harckocsik is kell lennének. Nincs. A határőrnek milyen lenne a harckocsia? Nincs. Tehát fel kell állni, hiába legkorlát célszerű azonnal egy támadást megindítani, ha nem volt kiderül, és nem volt mivel. Németeknek nincs annyi tartalék alakulatok, igaz, hogy összeraknak egy alakulatot a Blutvezinben, tehát lefordítva Erdély csoportot, ami gyakorlatilag egy dandár erőnek felel, mert nem tudnak, ugye az a zászlóerő fölött van egy alakulat. Kevés. Mit kell tenni, vagy mit lehet tenni? A magyar királyi honvédségből létre kell hozni egy olyan seregtestet, amely már alkalmas a támadás végrehajtására, vagy támadás megindítására. De ehhez nem idő kell. Tehát hiába van meg a pótalakulatok mozgósítása augusztus 24-re védadóra, mire azok felállnak? Mire az észak-keleti Kárpátokban harcoló, vagy annak előterében harcoló magyar első hadseregtől kivonnak alakulatokat, többek között a második páncélos hadosztályt is kivonják,
a 25. darabkat osztják, 27. darabkat osztják, hiába, hát tudjuk kell, mivel ebből kapcsolja egy Erdélynek az északi részét, Kolozsvár térségében, miért a térségében az meg egy másik kapcsolja lesz, hogy kerülve úgy gondolták, hogy egy lesz a kettő. Ez egyszerűen idő kell. A második kapcsolatnak nevezik el, többféle dátum adódik a különböző források alatt. Megint úgy, hogy augusztus 30-ára körülbelül megvan a második hadsereg, kinevezik Dánok Iveres Lajos a parancsnokával, Addi Valtáról rendként a 9. érdekei hadtest parancsnok, aztán majd befejeződésként a hadsereg parancsnoka lesz. De hiába van meg 30-ától hadsereg, még jönnek az alakulatok. Egész egyszerűen jönnek az alakulatok. Na most akkor kicsit tovább menjek, de visszatérek erre a térkép szellemére. Ja, ez csak egy hasonlítás, egy két világháború, az első és a második mennyire hasonlít, hogy ilyen szerepében, ebben megint nem megyek bele. Ebben szintén nem, mert az előző előadónál szó volt a Kárpátok védelméről, megint időt nyertem egy kicsit. Na itt van, az a bizonyos támadás, ami végül megindult, hivatott elérni a déli Kárpátok átjára, hogy igen, ám, de szeptember 5-én indul meg. Na most augusztus 23-a és szeptember 5-e közt azért elvelik egy kis idő. Jó néhány nap számolják ki. Eleve Dél-Erdélyben, tehát ami a második bécsi döntéskor Romániáé maradt, eleve ott van egy komplet román hadsereg, igaz, hogy nem hadi létszámon, de még hadi létszám nélkül is többen vannak, mint amit mi fel tudunk állítani, és szeptember 5-én támadni tudunk bele. De ezt a román hadsereget folyamatosan erősítik a román átállás után. Tehát a frontról visszajövő, ugye most már szovjet csapatok ellen a román alakulatokat, akik tudnak, azt átadnak a Kárpátokon, hogy ott legyenek Dél-Erdélyben. Tehát amikor szeptember 5-én meg tudunk indulni, akkor legalább három egy az erőviszony románok javára, a rendőr kerekítettem, és ugye megint csak a katonák igazolhatnak, hogy körülnézek, hogy a általános hadműveleti elve szerint akkor érdemes támadni, mert legalább én vagyok háromszoros előtörényben. Na itt meg fordítva, ők vannak háromszoros előtörényben. Ennek ellenére a támadás megint 20 szeptember 5-én, és egy darabig sikeresen folyik. Tehát meg vannak a dátumok, el tudják olvasni, hogy 5-én indul a támadás, és nézzék meg, hogy 6-án már itt van. Utána kicsit lelassul, ez a végső vonal, amit sikerül elérni, de ezt is három nap alatt ott van, vagy 8-án, és akkor vége a támadásnak, de miért? Hiszen a románokat le tudtuk győzni, vissza tudtuk verni, visszavonulnak előni. Nem mennek őnek a túlzás, de visszavonulnak előni, de miért? Azért, mert 8-án megkapja a Veres Lajos vezérezőes az információt, hogy a szovjet csapatok elérték a déli Kárpátok távolít, és egy komplet harckocsi hadsereg, a 6. Gárda harckocsi hadsereg kezd átjönni a hegyi átjáratból be életébe. Na most innentől kezdve reménytelen a távolítása, mert azt pontosan tudja a Veres Lajos is, hogy ha most ilyen szovjet erőfölényen támad tovább, akkor feljelítét. Hadd csak vagyok annyira vissza csak, hogy 1942-ben, 43-ban ők kimutatom bajonokban, egy ideig az első páncélos hadosztály parancsnokaként. Tisztában volt azzal, hogy a szovjet csapatok mit érnek. Szabó József János professzor is elmondta, hogy nem román csapatokról beszélünk. Teljesen más a harcérték. Egyet tehet, leállítja a támadást, ahogy a katonák mondják az elért terep szakaszon, majd elrendelje a visszavonulást. Addig még az oroszok nem érnek oda. Meg is történik a visszavonulás. Itt lehet látni a visszavonulás szakaszait, de minket most szeptember 13-ig érdekel csak, mert akkor kezdődik a tordói csapat. De szeptember 8 és 12 között a magyar csapatok visszavonulnak az aranyos folyó vonalára. Borrév, Torda, aranyos vonal között, a terep szakaszon, ahogy a katonák mondják, és itt a folyó mentén alakítanak ki védőállásokat. Miért pont az aranyos mentén? Ha megnézzük ezt a térképet, tehát most a tordai csak az első szakasz, de nem menjünk bele a részletekbe, hogy mikor
hogy melyik zászlóval, melyik szárnyon, hanem azt nézzük meg, hogy itt egy viszonylag sík terület van, a aranyos folyó az ott folyó. Csak hogy el van halvány itt a térkép, hogy a rajz látszon, ugye itt van az aranyos folyó, és ugye attól délre viszonylag sík terület van. De fölötte nem, tehát attól észak-nyugatra, északon van a Tordavárosai, és észak-keletre magaslatok vannak. Megint csak a katonákat hívom tanítételül, hogy a védelmet, aki kell alakítani, hol alakítani. Nyilván nem alulról fölfelé szeretnénk védekezni, hanem fölülről lefelé, és akkor sem fog meg egy útvonal, hanem kicsit lejjebb. De fölülről lefelé, mert ki is építik ezt a védelmi rendszert. Szeptember 13-án érnek oda a szovjet 5. gárda hadtest, román gyalogsággal látjuk. Tehát a szovjet csapatok viszonylag kevés gyalogságot vittek oda, inkább a gyorsan mozgó erőket. Azért, hogy gyorsan átkeznek, aztán Magyarország irányába, és ahhoz kapták meg a román gyalogságot, mert ugye a harckocsival harcolni gyalogság nélkül nem igazából lehet, kivéve a páncélos találkozó harcot, találkozó ügykezetet, de itt nem erről volt szó. Itt védelmi vonalat kellett áttörni, a harckocsikat pedig villányosan körülöltözik, ha nincsen gyalogság. Na, most picit vissza kell térnem a jóval korábbi térképre, ha rendszer is úgy akarja, amikor a hadműveleti elképzelésekről beszéltünk. Aztán majd folytatjuk tovább, amúgy van. Most meg túl mentem, na, erről van szó. Igen. Tehát ugye be is van nyúlva, remélem, hát is lehet olvasni a tordai csata. Ezen a részen van, ugye a támadás, ez volt a második hadsereg, mint már ez most erre kéne menni, ez volt a második hadsereg, és közben a hetedik hadtest Aradnál szintén üvegezik, ugye egy támadás hajtól, hogy ez a második hadsereg. Szintén a déli kártyák a lezárására, ebből a hetedik hadtestből lesz aztán, meg a negyedik hadtestből a későbbi harmadik hadsereg, de ez most nem kívánni, mert ez az aradi csata lesz már. Na, lényeg az, hogy akkor ezt a vonalat kéne megtartani. És ezt a tordai vonalat, ezt a tordai kiszögelést a második hadsereg majd egy hónapig képes tartani. Október 8-án kezdődik el majd a visszavonulása. Teljesen életelő szeptember 8-án a támadást állítják és indul a visszavonulás tordához. Október 8-án meg az egész visszavonulás megkezdődik, de ennek már más oka van, ennek az az oka, hogy közben a harmadik, vagy csak a második ukrán front, Bajnoszki marsal ukrán front hadsereg csoportja, az a Dunától délre fel tud jönni, és megjelenik ebben a térségben. Szeged, Makó, Csanád, Palota, Nagyzat ebben a térségben megjelennek, és láthatóan a támadásra készülnek, amit meg is indítanak október 6-án. Innentől kezdve, ugye, ha ők előre törnek, már pedig az alföldön a páncélosékek képesek előre tenni, hadsereget mozdulnak, nem mondanak elő, hogy ezt a bizonyos 6. gárda hasznos hadsereget, ezt ki is fogják a tordai csatából, mert pontosan azért, hogy magaslatokat kell támadni, nem nagyon eredményesek. Végül lovasságot visznek oda helyettük, a Gorskor-féle 5. lovaslattest, 5. gárda lovaslattest, tehát azok helyében jobban elboldogulnak, mint a páncélosok. A haszkocsi hadsereget ráhozzák, és egyszer csak megjelenik itt. A védő szárnyában mögötte. És lenne a október 6-i támadás, az hatalmas teret, mert azt pontosan tudjuk, de ez már egy következő konferencia témája lesz, hogy az első nap átfognak nagyon széles arcvonalon a szovjet csapatot, és menni kellene a Duna viszont az egyetlenül ezen irányába. Ugye Kárpátokban még ott van az első hadsereg, Tordánál ott van a második hadsereg, meg még ugye kettő közt a néven 8. hadsereg, körülbelül itt, amit ugye újjá szerveznek a román által részleges visszavonulás után. A részleges Décsi Kudai mondom, hogy kis csoportokban nem lehet egyetlen. Egyet lehet tenni, ha nem akarják, hogy ez egész átterjenek arról a három hadsereg kerülőbe kerítésbe, akkor vissza kell onnan vonulni. És ugye közben ott szintén az előadásban volt volna szó, negyedik ukrán front is próbál áttörni a Kárpátokon, inkább kevesebb sikerrel, mint többet,
Denikor innen megindul a visszavonulás, akkor onnan is megindul a visszavonulás az első hadseregé, mert ez a három hadseregre jobban lekerülik, és az első, a második és a mindegy nyolcadik, megindul a visszavonulás, és innentől a fotózajárásokat is feladják, mert hátuk a kerülének. De egyébként, ha most visszatérünk a tordai csatára, azért azt el kell mondani, mert csak hagyja jön oda a rendszer. Itt van az első szakasz a tordai csatára, hogy azért meg tudtuk ugyan tartani a térséget, de voltak komoly szovjet-román megölések. Ezeket mutatom. Szerkesztet megfejelve, szeptember 18-án egészen feljönnek torda vonaláig a balszárnyon, és a jobbszárnyon is vannak betörések. Itt a letörések elhárításánál jegyzek meg egy érdekes dolgot, ami tulajdonképpen két hadosztályparancsnok, Orlósi Kuti László, vezérőnök a 25. hadosztály parancsnoka, és Zsegényi Zoltán vezérőnök a 2. páncélos hadosztály parancsnoka együttműködésének eredménye, hogy nem alakítanak ki hadosztályonként vagy ezredenként külön védősávokat, hanem a 2. páncélos hadosztály az éppen a parancsból szükség van rá. Hol itt, hol ott, hol az éppen, hol a balszárnyon, hol a jobbszárnyon, és mindig a segítségükkel próbálják visszavetni a szovjet csapatokat, illetve a román gyalogságot ezekben a betörésekben. Mondja, elszigetelni a betörést, majd ellenlökést indítani, nem mondok ellentámadást, mert nem volt akkor a gól mennyi, ellenlökést indítani és elérni az eredeti tervszakaszt, az eredeti végvárosokat visszafoglalni. Na most valamikor ez sikerül, valamikor nem sikerül. Gyakorlatilag a terepadottságokban is múlik. De a tordai csata a második szakaszára egy-egy válságos helyzet alakul ki. Lehet látni, hogy már a tordától nyugatra azt a bizonyos torda magasságokat már románok stabilizálják az arcvonalat. Gyakorlatilag torda már egy beszögelést alkot, déli irányban, torda városa. A domborzat miatt lehet védeni. Itt nem sok eredményt érnek el, mert olyan domborzat, gyakorlatilag azok a betörések maradnak csak elszigetelve, elveszelve. Ellenben akkor még itt vannak a szovjet harckocsik, tehát a szovjet szervezetről tudni kell, hogy a Gárda Gépesített Hadtestnek is volt egy harckocsi dandár. A harckocsi dandár a szovjet szervezési elvek szerint az 3x31, az 93, plusz a parancsnoki és a törzsfőnök harckocsi, 95 harckocsi jelentett. Jó, nyilván nem volt annyi, mert mindig szemben veszteségeket, és az is igaz, amit a Szabó József János professzor mondott, hogy egyáltalán nem mindegyik T-34-es, hanem könnyebben kilőhető könnyebb harckocsi, de akkor is túl sok harckocsijuk van. Ezért a németek is átveszik azt a magyar ötletet, hogy elnézést a civil szója csapon. Tehát hol ipetjük be a harckocsikat, hol az holamot. A német 23. páncélos hadosztály Nagyváradhoz tervezték vinni, Nagyvárad térségéből átdobják ide. A német páncélos hadosztály csinál egy, itt már ellentámadást mondok, mert ennek megvan az a volumene, amihez nyilvánvalóan csatlakozik a magyar 2. páncélos hadosztály, és gyalogságot magyar katonák alkotják. Zömmel a 25. gyalogosztály katonái, benne a budapesti első ezredben, fehérvágyak nincsenek ott a harmadik. A hadtest parancsokság, igen, ez érdekes, a 2. hadtest parancsoksága az ott van, de fehérvágyak gyalog ezred nem. És sikerül is visszavetni innen, megnézik ezt 22-et, idáig ez 23-at. Tehát ez nagyon szép rész, sikerül visszavonni. Visszavenni a saját területeket. Igen, ám csak utána elviszik a németeket, nem máshol van rájuk szükség. És megint maradunk magunk, és próbáljuk a védelmet folytatni, de látható, hogy ezt a 23. emeljek terepszakaszt nem sikerül megszilárdítani. Igaz, hogy egy hétig sikerül védeni, mert ott szeptember 30-től első dátumok, én tudom, mert már csak október 3. de ott is szeptember 30. Tehát megint csak
Ekközben megint látják, hogy megjelentik a 6. Árpád-sereget, de van egy önálló harckocsárpest, a 23. azt illetve, ennek zömmel amerikai sörmennyei vannak, de akkor is harckocsik. Néhány az is utáni nehéz harckocsák, hogy nem csak próbálnak fölmenni a hegyekbe, mert nem tudnak. Legfeljebb a tordai úton tudnának a tordák keresztül, de tordák továbbra is kép. Viszont pont ezek a könnyebb harckocsik segítségével sikerült megint fölmenni az arcvonalat a magasabb hegyekig, tehát magasabb a környékbeni terepviszonyok szerint értsék, hogy magasabb, mert nem mondjuk 300 méter, hanem 400. Beérve. Sikerül megint előre tolniuk az arcvonalat a szovjetromán csapatoknak, és itt, Torda dél térségében vannak ezek a szovjet nehéz harckocsik. Ha jól emlékszem, akkor egy zászlóra, mint volt, az 31 éven belül veszteséget kellett, de körülbelül 20 nehéz harckocsikben. De azt el tudták vele élni, ott, ahogy még azok közlekednek, ott fejjel döntek egészen az úgynevezett rigóig az arcvonalat, tehát egy pillanatra, hogy mit jelent a rigó. Ha megnézik, itt törül be a folyó, itt is lehet látni, meg itt is. És a folyó északi, mondjam azt, bal partja, mert ugye az hivatalosabb azt mondom, hogy bal partja, mert erre helyett volt. A bal partján, az északi partján van egy körülbelül 10-15 méteres emelkedés. Olyasmi, mint egy árvízvédelmi töltés, csak ez természetes. És utána az nem esik vissza, hanem az folytatódik, tehát körülbelül itt a folyó, aztán itt a ridó, és így megy tovább. Na most ezen a ridó viszont nem lehet harckocsival átmenni, itt a többi harckocsik azért tudtak, mert ugye korábban ezt már áttörték a román gyalogság segítségével, azok belkapaszkodtak, és följebb van a védőről a 23-án, amit a második szakaszban látták a német ellentámadás elég. Itt viszont nem állnak a harckocsik a ridónál, mert egyszerűen egy képtelen rá belkapaszkodni. Én vélelmezem, hogy a magyar harckocsik sem tudnának belkapaszkodni, egy körülbelül 70-80%-os 10-15 méter magas emelkedő. Addig még a nyugatképpen nem próbálják, és nem csinálnak feketőt. És nem a harckocsikból sütődöket szívom ezzel, de ez a terepadottság. És ott a budapesti ezred továbbra is védi, az első magyar gyalog ezred, továbbra is védi Torda városát, amit ugye szeptember 30 október még, hát szépen lépésenként, innentől már lépésenként a szovjet és főleg román gyalogság át tudja rágni, és Torda is elvesz október 4-ére. Itt még próbálkoznak ellenlökésekkel a magyar erők, de gyakorlatilag már nem tudták visszavenni az arcvonalat. Tehát, ugye az előbb azt mondtam, hogy sikerült megakadályozni a tordai csatával egy a nagy áttörés, szovjet részről, szovjetromán részről, visszavonulás csak akkor, amikor átbekerítésre működtett volna minket, és akkor most ehhez azt teszek hozzá, ez már csak a következménye, hogy egyébként meg előbb-utóbb áttörték volna, átlátták volna ott a szovjetromán csak a tordai védelmi állásokon, a tordai front szakaszon, a szóval szakaszon, de lassan. Tehát végül is olyan szempontból eredményes, amit aztán Debrecennél is használ a német szakirodalom, Tordára is rá lehet mondani, hogy abverszünk, elhárjuk a győzelmet. Tehát nem tudtunk győzni, szépen átváltak magukat a védelmünket, de majd egy óra ki késleltek őket. És akkor körülbelül itt én be is zárom az előadásokat, tekintve, hogy letelt az idő. A kérdésre gondolom a végén, ugye azok nem most. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmüket! Hadd engedjétek, hogy az előttem szóló kiváló
szónoki képességgel rendelkező előadók után én egy látványosabbnak szánt diavetítéssel próbáljam megtölteni azt az időt, amit nekem szántak a szervezők. Hadisírgondozásról fogok szót ejteni. Hadisírgondozás ez olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, de vannak olyan mélységei, amelyről szeretnék most szót ejteni. És ha megengedik, akkor bele is csak. A legnagyobb magyar katona temetőben van megörökítve,
Bolognás megyében, Rutilóban, ahol közel 17 ezer katonánk szerepel, 41 ezer katonánknál szerepel Márvány Tábor, és 12 ezer magatár temetve. Pár szót engedjenek meg a intézményes hadisír gondozásról. Az első világháború idején nemzetközi minta alapján kezdődött Magyarországon is a hadisír gondozás. 2015-ben Kárszányos Királyi Hadügyminisztériumban hozták létre a hadisírókkal és haditemetőkkel foglalkozó 9. osztály. Majd 16-ban a katonatemető kialakítása és hadisírók ápolására hadtestenként hadisírgondozó osztályokat állítottak fel, és a nagy háború alatt mindig a temetőkaszterek elkészítésére a tábori lelkészek feladata volt, ők állították össze a veszteségi kimutatásokat. A magyarországi intézményes hadisírgondozás alapjaiban Vitéz Bálogó Lillenbergi Ábel Ferenc altábornagy nevéhez fűződik. Ő terjesztette be, illetve az ő javaslatára terjesztette Tisza István miniszterelnök egy olyan törvénytervezetet, amely alapján minden város, minden település egy-egy emlékművet, kőemlékművet állított az ország területén. Napjainkban ez a kezdeményezés egészen a második világháború végéig folyamatban is volt, működött, kegyelettel minden évben, minden egyes alkalommal, megfelelő alkalommal hallottak, a hősök napján megemlékeztek a hősi oldalakról. A második világháború végén természetesen történt egy akkora törés, ami évtizedekkel ellehetetlenítette a intézményes hadisírgondozást, de a rendszerváltoztatást követően új erőre kapott, akkor Erdős László vezetes úr volt az első, aki a majdani minisztériumban felkarolt ezt az ügyet. Az ő vezetésében ez első részben 1993-ban írták alá a kétoldalú kormányok közi megállapodást Németországgal. Ezt követte 95-ben Oroszországgal, Ukrajna, Moldovával, Olaszországgal, Szlovéniával, Romániával, majd rövid idő elteltével Lengyelország és Bulgária. Tehát ez a 9 kormányközi megállapodás van pillanatilag aláírva. Egyedül a lengyel az, ami nem lépett hatályba, mert a lengyel szerint nem hirdette ki, de ennek ellenére a lengyel kollégákkal kiváló együttműködést tudunk folytatni. Néhány szót engedjenek meg a intézményes hadisírgondozások napjainkban. Milyen munkálatokat folytatunk. Ha megengedik, én 25 éve vagyok hadisírgondozó, amit Szakály professzor úr vett fel annak idején a hadtörténeti intézetés múzeumban, novemberben lesz ennek kerek 25 esztendeje, és a Ravasz István alezredes úr volt a közvetlen vezetőm, aki a kezemet fogta az első lépéseknél. Úgy alakult természetesen, hogy az első lépéseket Szüke Pátrián, kárpátaljai számozás vagyok, Kárpátalján kezdtünk el tevékenykedni a hadisírgondozó területen, és a megye Székes fővárosában, Ungváron lévő temetőt szemeltük ki az első akciónak. Látják, ilyen állapotok uralkodtak, 115 magyar, második világában elmúlt magyar katona nyugszik ebben a temetőben, amit ezeken a fokokon nehéz is temetőnek titulálni. 2004. októberében megállapodtunk a helyi városvezetőkkel, hogy 2004. októberében felújítjuk ezt a temetőt. Sajnos az időjárás sem volt kegyes hozzánk, hatalmas kocsolyában, esőben, és időközönként még esténként is dolgoznunk kellett, ugyanis elkövettük azt a hibát, hogy a kiutazás előtt kiküldtük az avatőnökség meghívóit, és nem lehetett
nem tehetünk más, ilyen nappal dolgozunk, kellett a temető felújítását meg kellett fejezni. Örömmel jelentem, és gondolom, Alexander úr is emlékszik rá, ez meg is történt, és talán nem túlzás azt állítani, hogy elég szép eredmény jelent ennek az akciónak. A helyi lakosság nagy számban vonult ki az alapünnepségre, Magyarországról is nagyon magas beosztású személyek vettek részt, illetve köztársaság elnök kukaszóját, őrnagy és alezredes fokozatú ukrán katonák vitték. Elmúltak ezek az idők, én nem hiszem, hogy ez most megismételhetően. Szerencsére a temető azóta is megvan. A két oldalú kormány megállapodás ellenére nem az ukrán fél tartja fenn ezt a temetőt, hanem a helyi magyar intézmények, az iskolák, itt például a egyik ungvári középiskola diákjai végzik a karbantartást. Ez a lelkesedés is elmúlt egy idő után, és itt szeretném megköszönni a szentendrei székhelyű vigyázók civil szervezetnek azt a munkát, amivel ők karbantartják ezt a temetőt, időközönként kiutaznak, és a hadvezetőtisztés múzeum megbízásából a szükséges felújítási munkálatok végrehajtást. Nagyjából az ungvári temető felújítása idején az ökölmezői első és második világháborús parcellában állítottuk föl ezt a közel 3 méter magas keresztet, amelynek az egyik oldalán 1914-18, a hát oldalán pedig a 39-45-ös évszámokban a fölvésve. Sajnos az időjárás nem volt kedves ehhez az emlékműhöz. Itt látják, egy évtizeddel később erősen megrongálódott, ezért gondoskodnunk kellett ennek a pótlásáról, és már ezt a munkát úgy tettük, úgy hajtottuk végre, hogy tartósabb alapanyagokat használtunk föl, és a kutatások eredményeként a áldozatok, a hősi halottak nevét is föl tudtuk addigra már körbe tudtuk vésni. Ez a jelenlegi állapot, ökölmező. Tehát itt a 16. távoli kórházban elmúlt magyar katonák nyugszanak. Ugyanilyen emlékkeresztet állítottunk Nagyvírnán, ez már nem Kárpátalja, ez az Ivano-Frankivszki megye, tehát a háború túli terület. És ezt azért mutatom ezeket a fotókat, mert az avató ünnepsége ennek a emlékműnek nagyon emlékezetes. A kék pulóverben lévő hölgy érdeklődőként és a kegyelet elolvási céljában érkezett az ünnepségre. Nem ismertük őt, nem tudtunk róla. Ő hallott a eseményről, és elmesélt egy olyan történetet, amit ajánlom figyelmükbe. Azért fontos tudni erről, mert időközönként hallunk olyan jelentéseket, hogy a magyar hadsereg, megszálló hadsereg kegyetlenkedett, durván vált a helyi lakossággal, stb. Nem tudták, időközönként voltak atrocitások, aminek nyilván volt előzménye is, de a hölgy által elmesélt hiteles történet, én úgy gondolom mindenképpen érdemes arra, hogy figyelmébe ajánljon. 3 éves kislányként véletlenül egy refesz támadás érte a házukat, és ő nagyon súlyosan megsebesült. A anyukám nem tudott mást tenni, ölébe kapta a gyermeket, és a magyar a közelben lévő magyar hadi kórházhoz rohant. A hadi kórház sebésze megütötte a gyermeket, hosszas ápolás követően felépült, látjuk évtizedek múlva is egészségesen, és a hölgy azért jött oda,
a ünnepségre, hogy megköszönjen a magyar katonáknak, Magyarországnak, hogy megmentették az életét. Kérte, hogy segítsünk felkutatni esetleg a magyar orvos, hogy esetleg, ha már nem ér, akkor a hozzátartozó, itt sajnos ezt nem sikerült megtenni, mert nem jutottunk eredményre, de úgy gondolom, hogy ez a történet mindenképpen figyelembe méltó. Lépjük tovább. Úgy szintén a háború túli terület, egy Oszint-Horod nevű település, ahol több száz magyar katona vesztette életét, és az emlékmű felújítására a helyi lakosság, a helyi veterán szervezet hívta fel a figyelmüket, ők kérték meg bennünket, hogy segítsünk ezt végrehajtani. Ez is egy nagyon színvonalas és nagyon emlékezetes avat ünnepség volt. Itt látják, kimondott az iskola, a település apja, nagyja, rengetegen lettek részt. Beregszász. Beregszász városában nem voltak hadműveletek, a városban a vasútállomást bombázták a szovjet repülők, és ott két hátoló szerelvényen haltak meg magyar katonák, több száz magyar katona. A sírhelyükből gyakorlatilag semminek maradt, a helyi múzeum igazgatójának köszönhetően kettő darab sírhely maradt, a Kócián palotai Gyula és a Pártos Gyula síremléke, és a felújításokat követően minden egyes Beregszászonál elhúnyt magyar katona kapott egy önálló sírkeresztet. Jelképes temető, ez is ugyanúgy, mint az előadásom elején bemutatott ungvári temető, ugyanis időközben a terület nagy részére rátemettek, Ungváron ráadásul egy csatornát is lefektettek a temető egy részén, egy utat építettek, ilyen esetekben nem tudunk más tenni, jelképes sírkereszteket állítunk a területen. Ön az a helyzet, tehát magyar alatt a település, Beregszász, Ungváron és Magyar Intézmény gondozza itt is nagyon sokáig a Gordi Ibolya, a Zsuzsanna a földjére is lehet, szerintem ő valamelyik diák lehet, Gordi Ibolya tanárnő vezetésével rendszeresen gondozták a temetőt korábban. Sajnos a tanárnő időközben állni, de a gondozást ugyanúgy a vigyázók és a helyiek közösen végzik. Egy másik nagyon emlékezetes esemény, ez már a 2010-es évek kezdete, és mondom, a jelenlévők közül sokan hallották, vagy olvasták, illetve vettek részt olyan konferenciák, ahol Maros Alezredes úr, a Hadtörténetítési Múzeum megbízott parancsnoka tartott előadást, Barankai József százados földi maradványainak felkutatásáról. Barankai százados egy nagyon közkedvelt pajtásai közében, körében nagyon szeretett katona volt. A legmagasabb magyar elismerést kapta meg. Sokáig nem is reméltük azt, hogy valaha is megtaláljuk az ő sírhelyét. 2012-ben a német hadisírmódozó kollégák kezdeményezésére kezdődött a város közparkjában, a közpark, de korábban ez a temető volt, egy exhumás feltárási munka, és ez adott nekünk lehetőséget arra, hogy felkutassuk a sírhelyét. A sírhely felkutatásában nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk a fotó bal felső sarkában látható Kocskin Igor nevű tanár úr, az Ilona-Frankisk Egyetem régésze, hihetetlen energiával, hihetetlen odaadással segítette sokáig a munkákat, és amikor rárukkant a sírhelyre, gyorsan ezen a bal felső fotón kitette
nem visszalapátolt a sérülőt, nekünk értesítést küldött arról, hogy valószínűleg megvan a sérülőt, Budapestről azonban utazunk le, de hogy nehogy éjszaka valaki is háborgasson, hogy bármi történjen, kirakott egy táblát, a magas feszültség, ezzel is biztosítva azt, hogy, hogy ne történjen, nehogy valaki nem kiskeresett bárki. Vitéz Barankai József romantizés százados volt az első katona, akit külföldről a 52-es ősi parcellába temettünk újra, ünnepélyes katonai tisztelettadásra. 2012. november 6-án. És hogy milyen érdekes az élet, ugye 13-án, 44. július 13-án van a hősi halál, és július 11-én, 12-12 július 11-én, vagy a halál napján találtunk rá a sírjére, csodálva határos módon. A kerítés szomszédságában azon túl már járt a közművek, tehát egyszerűen hihetetlen, hogy fennmaradt. Félek, hogy részesen fogy az időm, hogy egy picit föl is gyorsítanám az előadásomat. Korabeli fotókkal is azonosítottuk a város jelenlegi képét. Barankai százados korabeli temetését ábrázolják ezek a fotók. Egy másik nagyon emlékezetes közös alkotásunk az ukrán kollégákkal, az Aprici nevű településen, helyszínbejárás során hívták fel a figyelmünket, hogy a temetőben, egy érintetlen területen 6 magyar katonánkon eltemetve, közösen ez sikerült létrehoznunk ebből a feledésre ítélt sírhelyből. A Kocskin tanár úr, aki a Barankai százados felkutatásában segített bennünket, részt vett itt is. A legnagyobb elismerés a só és a kenyér az utánoknál. Így fogadtak bennünket. Zakriciban nem csak az említett temetőben lévő emlékművet avattuk fel ezen a napon, hanem a templom kert, a templom körzetében kerítés körében eltemetett katonáknak is állítottunk emlékművet. Tehát itt két emlékműváltások aznapon. Nagyon sokan jöttek Magyarországról, legalább 30 fő hozzátartozó. Nagyon emlékezetes esemény volt. Halics. Halics városa. Itt is a helyiek kerestek meg bennünket, azzal a kéréssel, hogy támogassuk. Egy olyan első járkábos temetőről beszélünk, ami 2015 áprilisában még ilyen állapotban van. Ebből a helyiek a mi segítségünkkel és önerővel lassanként építettek egy ilyen méltó katonatemető. Több nyelvű felirat, propátria felirat a bejáratnál, a úgy gondolom, hogy tényleg méltó. Jucski Barankai századost követően Ágner Gyula századost exhumáltuk, világ végén utalomtakon megközelíthető települése. Jucskiban exhumáltuk Ágner Gyula maradványait, ő is az 52-es ősi parcellában nyugszik. Feladat a pajtársai, mint egy 51 nyugszanak, mint a templom kertben, az ő emléküket a helyszínen kellene megörökíteni, mert sajnos jelenlegi háborús állapotok miatt nincs lehetőség. Helyi polgármester Termokrim megyéből, ez már végképp Ukrajna távolabbi része, keresett meg bennünket, egykori a császár és királyi 23. gyalogezett temetője, egykor így nézett ki, ismerjük a 172 ősi holt nevét, ilyen állapotokkal már pillanatnyilag sajnos ezzel nem tudom most mit kezdeni. Nagyon sok segít, mint említette, a vigyázók és más civil szervezetek vannak itt a nagy háború közhasználóalapítvány képviselőkben is barátai. Nagyon sokat tesznek azért, hogy nem előjön feledésben a katonák neve. Ez is egy kárpátaljai település, Kőrösmező, ezt a vigyázók
hozták rendbe. Első és második világháborús harc alatt ez is egy nagyon szép munka. Úgy szintén az ő nevükhöz fűződik Tarackhoz. Korábbi állatotok, jelenlegi állatotok. És néhány szó, de tényleg már csak néhány szó, nem akarok visszajönni a fülelmükkel. Párcium és Erdély. Ez egy fájó, nagyon fájó pont. Egészen biztosan mindenki hallott az Húszvölgyi Pátra temetővel kapcsolatos problémákról. Ez a légi felvétel még korábban készült, itt még nincsenek a meggyalázásra utaló jelek, de valamit ezzel előbb-utóbb tennünk kellene. Van pozitív példa is. Pozitív példa például a Bukarestben megépített központi emlékmű, ami jelképes ugyan, de mégiscsak egy katonai emlékmű, és azért vetítem ezeket a fotókat önöknek, illetve magamnak is mementóként, mert sosem szabad feladni a reményt, hogyha akkor sikerült elérni, hogy ekkora méretű koszorút helyezzen el a román fél, a magyar koszorút mellé, akkor talán van remény, hogy mi is most is közös nevezőre tudjuk jutni. Amíg ez nem történik meg, addig kénytelenek lépésekként kisebb volumenű munkálatokkal haladni. A temetőkben meglévő sírok felújítását végezzük. Ezeket szeretnék egy-két fotót bemutatni önöknek. Különböző településeken, különböző helyszíneken meglévő katonasírokról van szó. Röviden ennyit szerettem volna elmondani önöknek, és megköszönni egyrészt a meghívást, mert a hadisírgondozással kapcsolatos feladatok népszerűsítése, úgy gondolom, az egy alapvetően fontos feladat, és minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy népszerűsítsük ezt a munkát. Köszönet mindazoknak, akik civil szervezetként vagy magánemberként segítik ezt a munkát, és még egy utolsó gondolat, Arad 10 évvel, tehát még a román szára visszatérve, 10 évvel ezelőtt exhumáltunk 90 magyar katonát a román fél kérésére Kolozsváron, a zsidó temetőben, és nem tudjuk őket újra temetni. 10 éve folyt a harc, hogy hová is lehet őket újra temetni. A román fél által felajánlott helyszín Aradon így néz ki, teljesen méltatlan, ezt nem tudjuk elfogadni, viszont teljesen méltatlan helyen temetetlen 10 éve. Ez egy olyan feladat, amit nagyon gyorsan meg kell oldani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, rendkívül elgondolkodható előadás. És felkérem belépve igazgatórat, hogy Kolofikuti László építját mutassa be nekünk. Nem titok is, erről biztos beszélni fog, hogy Székesfehérvár kapcsolódásával is bír. Isten kérdezte. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm, köszöntök mindenkit. Ahogy elmondott a rádiójelben, Hornos-Kuti László, a Székesi Kötődés Hornos-Kuti László altában egy életkutyát szeretnénk bemutatni, elsősorban katonai pályakutását. De mielőtt elkezdenék az előadásomban, kérem engedjenek meg egy személyes vonatkozást megállítanám. Mikor én 2003-ban a Fejér megyei levéltár alkalmazottja lettem, akkor egy oldalra kerültem egy 70 éves bácsival, akik úgy hívtak, hogy Hollósi Gedeon. Akkor még nem tudtam, hogy ez a Hollósi Gedeon bizony Hollósi Kuti Lászlónak a kisebb fia volt. Én bizony nagyon sokat mesélt nekünk a családjáról, a múltjáról, elsősorban az 50-es évek megpróbálkozásairól, mert az előadásom végén én is egy kicsit mesélek az 50-es évektől is. De ki is volt Hollósi Kuti László? 1896-ban született a Vásári Kutyás, ami a monarchiának egy népszerű költözője volt,
Édesapja közalapítványi ügyész volt, két éves korában elvesztette, édesanyja egyedül neveltette a testvérével Lajossal együtt. Ezt tudni kell róla, hogy 1915-ig Kuti László néven él, azonban a gyermektelen nagybátyja, Orvosi Gyula temesvári főjegyző örökbe fogadta testvérével együtt, hogy a családnak megmaradjon. Így lett a Orvosi Kuti László név, illetve innentől kezdve a értényesi nemesi előnevet is használhatta. És akkor a székesi közölés pedig onnan jött, hogy ugye Orvosi Kuti László nem székesővári származású, de feleségül vette Szűcs Gedeon, Fejvárja Tiszti főügyészének a lányát. Ugye Szűcs Gedeon 25 éven át töltötte be ezt a tisztséget a két háború közötti Fejvár megyében. A házasságból két fiú született, legközben a kisebbik a munkatársa volt rövid idejük. De nézzük iskolai előmenetelét. Tudatosan készült a katonai tanulmányokra, Köszönjen és Marosvásárhelyen elsajátította a katonai alapismereteket, majd a Kismarton a katonai főleányiskolát végzett, innen a Mördői Katonai Akadémiával került, ahol a műszaki végzettséget szerzett. Az már időközben kitört az első világháború, és ezeket a 15-ben hagymagyára, ezeket a 15-ben hagymagyára nevezték ki, és a Szegedi 7. Árkád zászlóalhoz került. 1916-ban főhadnagyként harcolt a fronton, összesen két részletben 30 hónapot töltött szolgálat a világháborúban. 15-16 az olasz, 17 a román, 18-at a kísérő olasz fronton harcolt. A hátulat egyszer sebesült meg, mikor 15 szeptemberében egy gránátszilánktól megsérült a feje, és ezt 3 hétre harcképtelenítette, illetve többször kitüntették bronz katonai érdemére, Károly csapat kerenc sebesültek érve, amit kapott. 18 novemberében olasz fogságba került, ahonnan közel egy év eltette a fiatalt haza, gyakorlatilag minden nélkül épült egyszer magába, és akkor ezt követően második novemberében belépett a Gordi-féle nemzeti hadseregbe. 1923 és 25 között a Ludovikál járt vezetőkori tiszti iskolában, hogy ezt tudni kell, hogy a trianoni tiltó képzések miatt megfelelően rejtett oktatásként zajlott. Egyik oktatója Jári Gusztáv volt, aki ugye és a második előtt hadseregnek volt a parancsnoka, illetve egyik osztálytársa Szálas Ferenc volt. Egy 1924-es értékelésből idézni. Élénk érzékletű, igen jó szellemi képességű, magas műveltségű, kötelességtudó tiszt, ki műszakilag igen jól ki van képezve. Följebb valók a szemben alázatos és engedelmes, bajtársak a szemben előzékeny és igen udvarias, nagyon derék, új gondolkodású. További katonai előmeneteleként 24-ben századossá léptették elő, 33-ban már őrnagy, 36-ban alázatos, majd 1935 a Szegedi 5. hadtest vezérkari főnöke volt. 1945-t a Pestre helyezték, ahol a Honvédelmi Tisztviselő Kutász Árkás ügyekkel foglalkozó osztályát vezette két éven át. Majd 42 alkotását a Nyíregyházi 22. körű hadtestet vette át vezérőrnagyi tisztben. 1942. novemberében a dolgozatot nyerték, és itt a keleti fronton eltérő szeretnével kicsit részletesebben foglalkozni. Ekkor a Keskeny 16. könyvi hadosztályt vette át, de minden különböző könyvi hadosztálya rendeztő. Itt a Orvosi Kuti Lászlónak a szavait használnám. Tehát 9 helyet hadzász volt, a legalább 15 helyet hívtő állt egy ilyen könyvi hadosztály. Tenderítő csoport helyet csak egy lovas században rendelkezett. Egyébként a zászlajak általában 80%-i sejtőt többségben álltak, a Orvosi László tanúsága alatt álló zászlajak. Fegyverzetre képviszöbb és golyószorlóban viszont jelentős hiány volt. Utóbbi esetben zászlajaként állít 36 helyet mindössze 20-25 állt a rendelkezésre.
Itt látható a korotója, aki hív föl, hát nem tudom, hogy kicsit nem is, hogy jól látszik ez a felvétel, de a 13. ami hadott erre az állásban kezdődött el. Amikor kinevezték Orosz Pilátot hadfejére, akkor kezdték át Kurikból korotója, hogy van. Viszont a átköltözés az nem meg könnyű körülmények között, hatalmas hóvihartam, elég hideg volt, sok fagysérülés történt, viszont az új állások azok sokkal jobbak voltak, mint az újbiak. Kedvező volt a védelmi vonal, mindenesetre egy felsikolt után ült, 100 méter színkülönbséggel a folyóhoz képest, nagyjából tudom, itt folyik a Don. Itt voltak a tárgyász korotolyak település. És ez a szakasz kulcsfontosság volt, ugyanis a Dontól mindössze 20 km-re feküdt Ostrogozós városa itt van, amely az utánkorszás szempontjából nagyon fontos szerepet töltött, tehát vasútállomás is volt. Szóval mindenképp tartani kellett volna ezt a vonalat. Problémát jelentett a nagy hó, és ennek hatékony módszerére egy fin tiszt oktatta őket. Jó. A hadosztályt jelentős lótján sújtotta, az elég 5365 lóhely különböző csak előszállt emberkedésre. Csak január első hetében 134 lovat elvesztette. Szerinte mozdóharcot ilyen állománnyal eredményesen nem lehetett folytatni. A gépjármű helyzet szintén katasztrofális volt. Személyegyesi bölterünk helyett 10, motorkerékpár 22 helyett 10, teherjegyesítő 7 helyett 20, 18 állt rendelkezésre. Az üzemanyag ellátás a végig biztosított volt. Egészségügyileg a tífusz okozott gondot, január elején 4 tartalmányi vállalat kellett elrendelnie. Nem bizonyult megfelelnek a honvédőtek téli ruházata sem, Orosz Utilás szerint teljesen alkalmatlan volt, ugyanis a honvédők sokféle gyakorú kötöszölt ruhát egyre felvettek, ami mozgásképtelenítette a katonát, ami a mozgóharcot lehetetlenítette el. A németek elajánlottak neki korszerűbő déli ruházatot, annak a fejére, hogy az alattokat átmennek német irányítás alá, azonban Orosz Utilásztó értelmetlenében nem ment vele. No, és akkor megtörtént negyedik január 12-én az újévi tisztfőrni a szovjet támadás. Ez ugye szó Orosz Utilásztó hadosztálynak a szomszédságába helyezkedtek tőle éjszakra. Tehát a negyedik hatásra szerintem, hogy a szovjetek áttörték a frontot, majd január 14-én a Csúcsei hívtőből kiindulva a jobbszárnyra vélhető 12. hadosztály, majd a 10. hadosztályt is szétverték a szovjetek. Ilyen körülmények között Orosz Uti Lászlóék hadosztálya gyakorlatilag lehetetlen helyzet, két oldalon a szovjetek vették körülbelül, és ugye követő támadási elnök irányult volna. Úgyhogy felismerve ezt a lehetetlen helyzetet, egy csontok német hadosztálya kiegészítve visszavonult a Ostrogozós körvédelmére. Itt látható ez a város, és itt látható az állomás, ami egy kulcsfontosság volt az utánkorszás szempontjából. Igen. Azonban ugye a város helyett szovjet támadásot érték, majd idővel teljesen bekerítették. A lőszerhiány miatt a város néhány napban tarthatatlanná vált, egyetlen lehetőségként a kitörés vetődött fel. Ennek megtervezésére Orosz Uti László aktívan részt vett. A január 19-én késő este a visszaemlékező szerint mínusz 40 fokos hidegben az alakulatok fegyelmezetten elhagyták a város. A nehéz fegyelmezetet hátra kellett kerülniük. A leharcolt egység abban a hírtámból múltak, hogy valahol nyugaton már felállítottak egy új védvonalat, amelyet el kell érni, és a mögött újra lehet kezdeni a védekezést.
Ez végül is igaz volt, de hát már később kiderült, hogy 100 km-re nyugatra Novioszkolnál volt ez az új végvonal. Addig pedig embertelen körülmények között kellett a hadtestnek kiállni, hogy elősen. Jó. A hadosztály végén már súlyos harcok állhatott el a város. A maradék ételvényeket elvesztették, de az élen hadok szolgálisan támadták az oroszok. A németeket teljesen elszakadtak, mint Hólosi Kuti László gépkocsijával egy szüket kísérletével a németek keresésére kezdett. Azonban a gépkocsit Novi Polszalnál erős gépkocsra tüzet támadták meg, ahol komolyan életveszélybe kerültek, azonban sikerült visszafordult és visszament a hadosztályához. Jó. Tovább mondtak, és kiderült, hogy Novi Oszlannál az oroszok megpróbálják őket feltartóztatni. Itt teljesen reménytelenné vált a helyzet. Úgy tűnt, hogy innen nincs tovább, maga Hólosi Kuti László is a végre gondolt. Azonban egy magas lapról észrevett egy nádast, amely nem volt annyira őrizve figyelve, ezért ezen a nádáson keresztül próbált az embereivel kitörni, áttörni az orosz szokon. Nos, ez a menetelés többen 80 centis hóban folyamatos orosz alta és puskatűzben történt. A nádásban megtett kb. 4-5 kilométeres utat 2 óra alatt tették meg. Végül is összességében sikeres volt ez a kitörés, majd eredményesen elérték Novi Oszkolt, ahol találkozott a 160 német hadosztály parancsnokával, aki nem engedélyezte a magyarokat a továbbvonulást, hanem úgy gondolta, hogy a magyarok azok ilyen háttérként szolgálnak az orosz, aztán pedig a németek továbbvonulhatnak. A teljesen elkezdett Hólosi Kuti László szerencsére megjelent a negyedik magyar hadtest parancsnok, aki kivette őket a németek kezéből, és így engedélyezte, hogy ők is továbbvonuljanak a magyar halottak. Tehát röviden összegezzük, hogy mi történt itt az osztályon. Tehát a 13. Könyv hadosztály Domi harcokban mindig megtartotta az állásait, csak parancsnak mutatott vissza. Az átkörés követően mintegy 120 km-t kellett megtennünk az embertelen körülmények között. A halosztályának kb. 60%-át vesztette el halott a sebesülő fogolyban. Ezt követően Hólosi Kuti László halosztályát visszavonták a frontról, majd 1943. májusában Kecskeméten ünnepélyes körülmények között fogadták őt. Erről is láthatunk képeket. A továbbiakban a fronton nem szolgált, hanem a honvédség műszaki felügyelőjeként tevékenykedett egészen 1944 nyaráig. 44 adatosság első napjaiban az észak-keleti 25. gyaloghadosztály parancsnokával nevezték ki, így a fordai csapat megbívója lett. Most az előadásomban, mivel külön előadást mondott el a fordai csatára előnyben foglalkozni, csak megemlítettem Hólosi Kutinak a szerepét, és a hadi érdemeiért időközben altából nagyján lépették elő. Jó. Október 5-én Kusztra ment, ahol a 3. magyar hadtest parancsnokságát vette át, melyet a Berecsényben székelt. Október 15-én súlyos dilemmát okozott neki volt kiugrás kísérlete, közvetlen feletteseivel is, Dánok Miklós Gyilad járt át az oroszokhoz. Hólosi Kuti László a hadsereg törvényhez hasonlóan idegenkedett az eddig ellenséghez történő átálláshoz, ráadásul véleménye szerint a kormányzat erre határozott parancsot nem is kapott. Jó. Az oroszok előrenyúlása miatt a 3. hadtestet Ungvárra vonták vissza, közben a páncélt, orosz páncélos az részük szétszúztás közlik hadtestet, melyet a maradékai szintén a 3. hadtest alá rendelték alá. Október 25-én a szovjetek elérték Ungvárt. Hólosi Kuti László gyakorlatilag kilátástalannak érezte a város védelmét, ezért eladta a város.
majd német imádságnakra is váltották. Egyrészt gyanakvásra is eltettek irányítva, ugyanis ugye ő a kiugráskor nem akart átmenni, de mégis visszállítás alapján a gyanút felmetődött támányra alaptalma egyébként. A másik pedig a németek nem tudták megosztani neki húzált feladását. Emiatt kérték Bereczi Károly majdnem műszert a felváltását, amit ő haladéktalanul meg is tett. Ez a gyakorlatilag a Hollos Ruti László katonai pályafutása véget ért. A továbbiakban fontos katonai tartalmát nem kapott, hanem visszahelyezték a korábbi műszaki alapulatról a háború előtti szolgát, és ennek keretében áthelyezték Magyaróvára, amelynek először úgy is, hogy el tudta, hogy távolabb kerül a fronton. Azonban a front elérte a tengő átváltják márkára, ennyi a gépjárt elindult, azonban egy amerikai járjelöltött ponton megállították, és nem hitték gyanúsnak, ítélték meg, nem hitték el a történetét, emiatt le tartóztatták, hogy távolra vándoroltak vele, végül Pokinba került hosszabb időre, itt elég rossz feltételekkel kellett tartották őket, naponta 15 kenyeret kaptak, ebéd rámában sárga borsóleves volt némi buszathattal, illetve reggel és esteni fekete kávét kaptak. A deszkvárnyán aludtak, ami üvegdet volt, tehát vigyáznia kellett, hogy ne legyen tőle sebes. Később átszállították a Staudi fegyházba, köztörgések közé, soha nem tudta meg a betartóztatásának az okát. Egyszerűen csak fogva tartották. A kiszabadítási kísérletek nem hoztak eredményt, pedig a tanuló jótesztő felesége mindent megpróbált. Negyedő szeptemberében végig szállították, ahol még egy hónapot ragoskodtak. Majd 1945. októbernek a végén repülővel szállították haza, Sztójeli Dönére, Grassi Józsefő és Fekete 31-re Ferencre együtt, és a leszállás követően a repülőtéren biztatás, mint azt kiabálták nekik, hogy fonják már a kötelet. A többi utazásának ne is követették is. Letartóztatták, és az András 60-ba szállították, még két év a szabadon megkerülték, de másfél évig rendőri felügyelet alatt áll, minden csütörtökön jelentkeznie kellett a rendőrségben. Először utána próbált kifogadta be, mert leolgatottak, bekerült otthonukat román, bombázták a házakba. Itt találkozott Németországhoz érő feleségével is, mert az ő első útja és a régi otthonukhoz belefettem. A mondéségként eredeti állásra alkalmatlanak kívánították, majd el is bocsánatották. Ez nagyon nehéz helyzetben hozta, hogy is el kellett ma tartani a családját, de azonban munkát sem nagyon tudott szerezni. A felesége is dolgozott, nyelvórákat, takarított, Hollos Ruti László pénztáros lett, majd másfél évig már minden tudatást nélkül elmondtak neki. Elmondása szerint alkalmaztatásában a félelem volt a legfőbb akadály. Na és akkor 50-es évek. 1951 nyarán feleségvel és kisebb fiával kitelepítették őket Csanára pártára, egy Kulány családtól. Két évig tartott ez a megpróbálkozás, és mindenféle mezőgazdasági mintával próbálták fenntartani magukat, de például a kenyeret csak délután vihettek, nehogy a hegyek kerül meg egyik, és csak akkor tudtak tenni, hogyha maradt délután természetesen. A feleségét egyszer letartóztatták, mert misét akart mondatni a kitelepítettekért. Nagyon fontos világot a Magyarországot és Argentinában telepedett le. Kisebbi fiát Gedeon a katonai szolgálat helyett munkaszolgálatra vitték, két évig dolgoztatták több bányában is. Erről egyébként sokat mesélhetünk annak idején a megpróbáltatásairól. A szolgálat letelte után engedték tanulni, csak jóval később végezett el a főiskolát és általános iskolai tanárként dolgozhatott. Jó, és akkor a kitelepítés után 53 nyarán
Székesfehérvár költöztek, és ekkor próbáltak végleg székesfehérvári lakósok. Azonban folytatódott az álláskeresés, volt éjjelőr, raktáros, kender átvevő, alkalmi munkás, tehát a munkatörvény alapján összesen 15 helyen dolgozott. Végül utolsó munkahelyen már nyugdíjasként a Közúti Igazgatóságnál volt, ahol egészen 80 éves koráig dolgozott. Erre a tudásat egyébként hálával gondolt vissza. Csak még annyi megjegyzést róla, tehát nincs megírva sehol, ezt a fia mesélt még annak idején, mikor együtt dolgoztunk. Holocsi Tilász érthetően visszahúzott az emberre teteként a 45 után. Nem vállal semmilyen szerepet, nehogy további bajba sorolja a családját. Viszont amikor az előadatos események elkezdődtek, akkor sokan biztatták, hogy menjen ki ő is, tüntessen. Azonban nem, ez elkózott, a fia elmondása alapján két gyakorlatilag a lakásból is ezúttak az órát. Szóval, és milyen jól tette, gondoljuk el, hogy Portista, egyfelé Portista katonatiszként biztos megtalálták volna megtolásában. Holocsi Uti László egyébként a 79. július 25-én hunyt el Székesfehérváron. És akkor még a reklám helyen, az élményeim a második világháború című visszaemlékezése 92-ben a fényvegyi levéltár gondozásában megjelent. Tudtom, akit érdekelni meg lehet vásárolni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen az előadásokat, véget ért a mai konferencián. Kérdések idején érkezettem ismét, illetve engedjék meg, hogy azért az örömmel köszöntsem és köszönjem meg az előadóknak az előadásokat, a hallgatóságnak a részvételt. És hát a Székesfehérváron beszéltünk az erdélyi harcokról, amikor gyakorlati praktikusokai vannak. A további előadásokat még mind az öt előadás azokban a térségben, azokban az események közelében szolgít majd, ahol azokról egyébként ugye majd konferencia előadásait szólnak is. Talán itt még el kell mondani, már Székesfehérváron vagyunk, hogy 1944. szeptember 7-én 159 székesfehérvári fiatal egyet voltak le, ők a Honvéd Gyalogvezető katonái voltak. Gergőszent Miklós környezetében előre tizedekig nem beszélhettünk, a helyiek a bennünket megőrizték, ápolták, 15-16 évvel ezelőtt most már elég hosszok is őz az emléküket. Székesfehérvár sajnos ebben a tekintetben is kapcsolódik ezekkel a eseményekhez. Hát esetleg nincs kérdés, akkor viszont átadnám a szót
ne csak önök tartsák meg ezt az ismeretet, hanem a népszerűsítség, adják tovább. A köszönet mellett azért én úgy vagyok vele, hogy előadóim számára egy apró kis figyelmesség ajándékot szeretnék átadni. És most engedjétek, hogy akkor sorba ezt megtegyem. Nincs előkészítve. Ahogy mondtam, egy apró jelképes figyelmesség ajándék, amely hivatkozik arra, hogy hol, mi, mikor tartottak az első konferenciánkat, és egy mindenki számára nagyon eszköz, hasznos eszköz van, ez egy bolyósor. Szeretném a levezető elnöknek is megköszönni, nem csak a mai munkáját, hanem azt, hogy egyáltalán a Magyar Nemzeti Levélt át, mellénk át, támogat és segít bennünket, és személyén keresztül, tudatalán keresztül mindazoknak a vármegyei levéltárat, akik már fogadtak bennünk. Szeretném Erdélyből jött elő adókat is jelképes kis ajándékeket jutalmazni, elismerni munkáját. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és azt a barátságot. Többi előadóim látom, hogy már húzódtak, de akkor megfelelődik.